Nagyon kellemes és szép estét kívánok minden kedves tévénézőnek, február 9-én kedden, és ha kedv van, akkor presszózunk egy picit. Egy kicsit átalakult a stúdió is, hiszen közeledik a Valentin nap, ezt láthatják már önök is. A mai napon is érdekes riportokat hozunk, és persze a két riport mellett még két érdekes vendégünk is lesz. Elsőként itt lesz Piskóti István, a Miskolci Egyetem Marketing Intézetének az igazgatója. A professzor úrral a városmarketing versenyről fogunk beszélgetni, hiszen ott volt a Color City, Kazincz Barcika város arculat, méghozzá három leányzóval. Ez lesz az első témánk. Aztán persze érkezik majd Begoff Ferencné Katalin és András Falvi János atya. A témánk a 20 éve alakult kazincbarcikai katolikus karitás csoport. A munkásságokról beszélgetünk majd egy kicsit, és persze a február 6-ai bárról. A mai napon az Abigélek és az Alexek ünneplik a névnapjukat. Az Abigél egy héber eredetű bibliai név, jelentése az apa öröme, az Alex pedig a görög Alexis és Alexios szóból származik, illetve az Alexander névnek a rövidülése, jelentése védő és harcra kész férfi. Boldog névnapot kívánunk nekik! Országos városmarketing versenyen szerepelt három leányzó, a Miskolci Egyetem városszépítők csapata, akik a település márkájáról, a Color City-ről készítették a pályamunkájukat, és itt van velünk felkészítő tanárok, a professzor úr. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Piskóti István, köszönjük szépen. Én is köszönöm a meghívást. Beszélgessünk egy picit erről a marketing versenyről, országos marketing versenyről van ugye szó. Így van, ezt már negyedik alkalommal szervezzük, ennek az ötletgazdája és a szervezője a mi marketing intézetünk, a Miskolci Egyetem. 30 főiskola, egyetem, összesen 60, most ez évben azt hiszem 64 csapata pályázott, és 34 város segítette a munkánkat, akikről lehetett írni. Az érdekesség az, hogy tehát a városok meghirdették, hogy az ő márkájuk építésében kérik a hallgatók tanácsait. Hallgatók választottak városokat, és akkor megszülettek a munkák, a prezentációk, amiben 6 regionális döntő volt az országban, és a Miskolcon rendeztük december 4-én az országos döntőt, ahol a Kazincbarcikáról született anyag a harmadik helyezést szereztem. Harmadik helyezés, az azért szép. Az egy szép ország. Ugye maga a Color City brandet képviselték, ugyanis erről beszéltek, és erről tartották, vagy erről írták a pályamunkájukat. Így van, sőt, továbbfejlesztették. A feladat mindig az volt, hogy valami újat, kreatívat is tegyenek hozzá a hallgatók. Itt Kazincbarcika kapcsán szerencsés volt a helyzet, mert születőben, formálódóban, működőben van ugye egy Color City brand, amit nem kellett megismételni, de ők ügyesen kiegészítő motivációkat raktak hozzá. Például az egyik ötletük, két alternatívát dolgoztak ki, a Color City a játékos város. Igen. Ami sikert aratott mind a helyiek, mind pedig a zsűri szemében, ugyanis ami önmagában is a Color City, az egy színességet, vidámságot, sokszínűséget, játékosságot is sugal a városról, azt egy kicsit még praktikusabban lefordították, és hát sok fejlesztési ötlettel, hogy hogyan tehető játékosabbá a kazincbarcikaiak számára, élménydúsá egy látogatónak a város. És a másik ötletük is tetszést ért el, ott a kémia képlete, tehát azt a ipari hagyományt, ami a vegyipar és kazincbarcik összefort, azt rakták össze megint játékosan egy olyan tudással, amire lehet építeni, továbbfejleszteni ezt a Color City brandet. Nagyon jó egyébként az ötlet maga, de a Color City brandről tudunk beszélni egy kicsit, hogy beszélgessük arról, hogy miért jó ez a városnak, mi ennek az egyénisége, a különlegessége? Hát ha ez a márka működik, már pedig ugye lassan működik, akkor az a funkciója, hogyha meghallják Kazincbarcika Color City, akkor konkrét tartalmak jutnak nem csak a helyiek, hanem az ország különböző pontján élők számára. Tehát egy márkaépítésben az a szép, hogy meg kell tanítani a fogyasztókat, a lakosságot, akár lehet ez egy turista, lehet egy befektető, egy ide költözni akaró, vagy tanulni akaró valaki, hogy mit kell gondolni Kazincbarcikáról. Tehát ugye ez nem csak kommunikáció, hanem hát az a városkép, azok a fejlesztések, azok az események, ugye itt
a gyors elfogadtatását ennek a Kolosszitinek az a rendezvény is lehetővé tette, ami aztán nagyon széles érdeklődést váltott ki, így a Color City Fesztivál, ami meggyorsította ennek a márkának az elterjedését és beazonosítását. Hát gondolom minden ilyen brendet azért meg kell emésztenie a közönségnek és persze a társadalomnak meg az ott. Így van, ez egy idő. Igen. Ha ezt pénzünk van és sok kommunikációval, akár hirdetésekkel, kiadványokkal, rendezvényekkel, akkor ez egy gyorsabban lezajló folyamat. Akinek nincs ilyen lehetőség, akkor ez egy lassabban tudatosul, de hát a lényeg az ugyanaz. Azt jól tudom, a versenyre visszatérve, hogy 2 évente rendezik ezt a versenyt? Igen, 2 évente rendezzük, mert ez egy, mint ahogy említettem, ez egy nagyszabású, a legnagyobb ilyen felsőoktatási verseny a tudományos diákköri konferenciák után, mert közel 200 diákot mozgat meg az ország különböző pontján. Igen. Most ugye 6 helyszínen regionális döntők, és hát sok idő kell, sok energia kell megszervezéséhez, másrészt pedig azt hiszem ez kell is ahhoz, hogy érlelődjenek új témák, meg a városok számára is, a városokkal együttműködést is mindig újra tudjuk gondolni. 2 év múlva akkor megint lehet vinni szerintem a Color City brandet erre a versenyre, addig még emésztődik egy 2017-ben, 17 őszén ez lesz. 17 őszén lesz akkor. De van város, van egy másik párja ennek a rendezvénynek, igen? Az most aktuális lehet Kazincz Barcikának is, mert a Magyar Marketing Szövetsége minden év tavaszán meghirdetjük a Város Marketing díjat. Uh-huh. Ezt is közösen dolgoztuk ki, ami azt jelenti, hogy egy város, vagy egy városban dolgozó intézmények különböző marketingeszközökkel pályázhatnak a marketing gyémántért. Ezt tavaly először rendeztük meg, 69 városi pályázat érkezett. Ugye ez nem első, második, harmadik helyezés, hanem egy szakmai zsűri értékeli, hogy az a akció, rendezvény, kiadvány, tehát több kategóriában lehet versenyezni, a szakmailag jó volt-e, és amelyik szakmailag korrekt, az megkapja a gyémántot. És az a város, aki a legtöbb gyémántot szerzi, ez tavaly Tata volt, ő lett a marketing fővárosa, 2015-ben a Város Marketing Fővárosa címet nyerte meg, még Győr és Eger szereztek 5 gyémántot, és ezáltal ők lettek a nagykövetei a város marketing szakmának. Ez is egy érdekes lehetőség, sok minden történik az Inzbarcikán, talán érdemes, akik a város marketingben dolgoznak, érdemes ezen a versenyen is elindulni. És mikor számíthatunk erre 2016-ban? Ez már most meghirdetésre került, február elején, májusig lehet beadni a pályázatokat, a Magyar Marketing Szövetség honlapján elérhető minden, a marketing.hu-n elérhető minden információ, minden feltételrendszer. Na, a versenyektől egy kicsit elhajózva, de mégiscsak egy kicsit versenyes vízekre. Február 15-én ugye éjfélkor lezárják most már a jelentkezéseket a felsőoktatásba. Beszélgessünk egy picit a Marketing Intézetről, hogy miért is ajánlanád ezt például a hallgatóknak, akik jelentkeznének. Én azt mondom, hogy a marketing szakma az mindig, még ma mindig az egyik legizgalmasabb és a legjobban fizető szakmák egyike közé tartozik. Tehát ott van a top szakmák között. Hogy miért izgalmas? Mert nagyon sokféle szakma van mögötte. Ugye, ha csak úgy messziről nézzük a marketinget, akkor gyakran azt gondoljuk, hát ez az, amikor eladnak nekünk valamit. De hát ez csak egy eleme az értékesítési része, a kereskedelemi része. De hát nagyon izgalmasak a kommunikációs területek, ami egy ága. Tehát itt van, ami kevésbé igényel talán olyan személyiséget, amelyik ilyen nyitott és kvázi jó beszélő, a marketing kutatás. A piaci elemzések, azok nagyon komoly marketinget, statisztikát igényelnek, tehát, és nagyon jól megfizetik az információt, hogy ezek alapján lehet jó döntéseket hozni egy vállalkozásnak. Tehát egy izgalmas szakma kell, ahol piac van, ahol működik, sőt, ugye az előbbi városmarketingről beszéltünk, ahol nem a profitért folyik a harc, hanem ott a város imázsát, márkáját építjük, tehát használják a marketinget ma már a kultúrától az egyházakig. Bezárólag nagyon sok szervezet. Nekünk 3 szinten van képzésünk marketing vonatkozásban. Van egy 2 éves felsőoktatási szakképzés, amikor asszisztenseket képzünk. Ennek az az előnye, hogy ez államilag finanszírozott. Ugye a közgazdás szakmák többségéért fizetni kell. Ez a 2 éves képzés, ami abszolút praktikus képzés, 1/2 év gyakorlat van benne, ez állami ösztöndíjas hely, amiből tovább lehet jönni a klasszikus, régen főiskolának neveztük, ma ugye alapképzésnek, bachelornek hívjuk, 7 szemeszteres képzésbe. Ez a kereskedelem és marketing szak. Tehát
aki azt gondolja, hogy, hogy mégis inkább egy kicsit tovább tanul, mint hogy azonnal kimegy a gyakorlatba, ő azt a 3 szemesztert, a 4-ből 3 szemesztert elfogadunk, és tovább jöhet a bachelor képzésekbe, ott sajnos már fizetni kell, de hát így is a 7 szemeszterből megspórol 3-at, és úgy tud átjönni. A bachelor szint az azért fontos, mert azok a menedzserek, tehát akik már bizonyos munkakörökben irányítók, jó kapcsolattartást kell végezzenek a vállalatok, szolgáltatók között, tehát klasszikusan a vállalatok marketingesei és már vezetői, középvezetői állásokat töltenek be, vagy éppen a kereskedelemben menedzserek. Van egy 3. szintje a képzésünknek, ez a mesterképzés. Ez a marketing mester, az kimondottan a marketing vezetők, lehet ugye lépni tovább egyet a képzési szintben, de nagyon jó az, ha valaki a gyakorlatból jön be a mesterképzésre, hogy már tud építeni praktikus információkra, mert ott nem a technikákat tanítjuk meg, hanem a stratégiában gondolkozni, egy cég egészében gondolkozni, tehát igazából dönteni, amit persze végrehajtanak az előző képzési szintek végzettjei, a menedzserek, vagy éppen az asszisztensek. Ez egy 2 éves, 4 szemeszteres képzés, ez a palettánk, és hát van még egy 4. szint, de az már csak néhány ember, aki esetleg akadémiai vagy egyetemen akar maradni, ez a doktori képzés, amit... Hát ha jól számolom, már a mesterével együtt az egy 5 év akkor tulajdonképpen, annyit összeszámolhatok? Hát ugye nem muszáj asszisztensből jönni, tehát az 7 szemeszter, meg 4 az 11 szemeszter, hogyha valaki kvázi egyetemi diplomát, a régi értelemben mester diplomát szerezne. És most ez évtől a doktori képzés az 4 évessé válik, ez egy új rendszer lesz, tehát lehet bőven megismerni a szakmát is, meg a marketingnek ugye a tudományos kutatói oldalát, akinek ez van fogékonysága. Most árakról ne beszéljünk azért konkrétan, csak hogy többször lett említve, hogy azért fizetni kell néhány dologért, de azért nem a legdrágább kategóriák ezek, tehát ne ijesszük el a hallgatókat, nem, ezzel semmiféleképpen persze. Nem, most nem is tudnék egészen precízet mondani. Azt, ha jól emlékszem, akkor azért a bachelor képzés az szemeszterenként, tehát fél évenként az 160 ezer, 170 körül van. A mesterképzés kicsit drágább, de ott viszont szintén vannak állami képzések. És ott is tehát most még a mesterképzés az kvázi ingyenes, és ez az érdekessége, hogy ott újra állami ösztöndíj lehet tanulni. Még egy utolsó kérdésem van ezzel kapcsolatban, mindig a fiatalokat emlegetem, de ne csak őket emlegessük, mi van mondjuk velem, vagy még akár egy nálam is idősebb kategóriával, hogy akkor mi is jelentkezhetünk? Vannak ilyen hallgatók? Hogyne, a mesterképzés az többségében ilyen hallgatóink vannak, levelező és nappali képzés is van, a levelező képzésben jönnek, akik ugye munka mellett tanulhatnak, és ennek az a sajátosság, hogy nem kell közgazdasági alapdiplomával rendelkezni. Mesterképzésről kell már egy régi főiskolai vagy egy bachelor diploma, de nagyon sok mérnökünk van, pedagógusunk van, a bölcsész szakról szociológuson különböző, sőt már jogász végzettségűek is végzik, mert ugye hát sok területen az ember dolgozik, és aztán találkozik, hogy a piacon is el kell adni a tevékenységét, és ehhez a marketing tudás jó egy ügyvédi irodába, jó egy mérnöki, egy szoftverfejlesztő cégnél, vagy éppen most az iskolákról, az iskolákból, általános és középiskolákból vannak kollégák, akik ezt a tudást arra használják, hogy az ő beiskolázási tevékenységüket segítve tanulják meg a marketinget. Órákat tudnék még beszélni erről, de sajnos ugye az időnk lejárt, viszont akkor február 15-én lejár mindenki más ideje is, a jelentkezőknek legalábbis. Így van. Úgyhogy koncentráljunk akkor a Marketing Intézetre és a Miskolci Egyetemen, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást. Nagyon szépen köszönöm, mi pedig folytatjuk. Idén is csatlakozott Kazinc Barcika a Kultúrháznak éjjel-nappal programsorozathoz, 20-szor bálozott már a Kazinc Barcikai Karitás csoport, idén is megrendezték a téli teljesítménytúrát, múlt hét végén is folytatódott a 7. Szitka Béla emléktorna. Rövid híreink következnek.
Zenei barangolás és hangszerkészítő játszóház várta az érdeklődőket február 6-án az Egressy Béni Művelődési Központban. A rendezvény hangszerkészítő játszóházzal indult a Gyermekek Háza kézművesház szervezésében, aztán az Egressyben három helyszínen várták színes programok a kicsiket és nagyokat. A Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében volt többek között hangszersimogató, ami a hangszerekkel való ismerkedést szolgálta. Bárki kipróbálhatta azt, hogy milyen karmesterkedni, illetve egy igazán speciális program is várt mindenkit. Bárki lerajzolhatta azt, hogy milyen érzést vált ki belőle egy-egy meghallgatott zene. A programról bővebben a csütörtöki híradóban szólunk. 20. alkalommal rendezett bált február 6-án a Kazincbarcikai Karitász csoport a Dózsa György tagiskolában. A hagyományos rendezvényen ezúttal is zenei és táncos programokkal várták a résztvevőket. A családias hangulatú program célja az volt, hogy megmutassák a fiatalok számára, hogy kulturált módon is lehet szórakozni. A rendezvény karitatív célú volt, a belépőkből befolyt összeget a következő év jótékonysági rendezvényeinek finanszírozására fordítják. A bálon megtekinthető volt többek között egy több mint 1000 képből álló válogatás is, mely a Caritas Kazincbarcikai szervezetének elmúlt két évtizedét elevenítette fel. 23. alkalommal rendezték meg a már hagyományos téli teljesítménytúrát az Észak-Borsodi Dombság és a Bükk vadregényes tájain február 6-án. Az indulópont a KSK munkacsarnoka volt, ahonnan a regisztrációs díj befizetése után bármely korosztály indulhatott a megmérettetésen. Az útvonalak idén 15, 25, 50 és 65 kilométer hosszúak voltak, s a szervezők az ellenőrző pontokon forró italokkal, valamint harapnivalókkal kedveskedtek a résztvevőknek. Eredményeket az Opont online-on láthatnak. Február 8-án tartották a SAK Diák Olimpia egyéni megyei döntőjét a KSK munkacsarnokában. A szervező Borsod-Abaúj-Zemplén megyei SAK Szövetség és a Kazincbarcika Városi SAK Klub korábban általános és középiskolásoknak, azaz 6 korcsoportnak hirdette meg a versenyt, amelyre több mint 120-an neveztek. A rendezvényen az ültetést és a szabályismertetést követően megkezdődött a játék. A résztvevők svájci rendszerben 2x15 perc gondolkodási idővel mérték összetudásukat. Az eredményekről bővebben az Opont online-on olvashatnak majd. Múlt hétvégén is folytatódott a 7. Szitka Béla labdarúgó emléktorna. A sporteseményen ezúttal az általános iskolások 4. korcsoportja, az amatőr felnőttek A csoportja és az öreg fiúk mérték összetudásukat. A tornára korábban több mint 50 csapat nevezett amatőr felnőtt, ifjúsági, általános iskolások, öreg fiúk és nők kategóriákban. A mérkőzések a következő hetekben tovább folytatódnak, a döntő meccseket február 21-én játsszák majd a résztvevők. Az eredményekről bővebb információt az Opont online-on és a Color 7 következő számában találnak. 3-2-re győzött a Vegyész együttese a Pénzügyőrese gárdája ellen a férfi röplabda NB1 19. fordulójában a KSK tornacsarnokában február 6-án. Az 5-szettes fordulatos mérkőzésen a fővárosiak két játékrészt is meg tudtak nyerni. A Pénzügyőr edzője azt nyilatkozta, motiváltan jöttek Kazincbarcikára, mivel az elmúlt időszakban folyamatosan javult a játékuk. A VRCK ugyan győzött a hétvégi rangadón, azonban így is pontot vesztett. A mérkőzést február 10-én 18 órától a KVTV Kékarany című műsorában felvételről láthatják. A VRCK a röplabda NB1 20. fordulóját február 20-án idegenben a Kaposvár ellen játszott. Az Északkeleti Liga Kupa területi utánpótlás vízilabda bajnokság gyermek harmadik korcsoportjának meccseit rendezték meg Kazincbarcikán február 6-án a Kazincbarcika Berente fedett uszodában. Délelőtt 10 órakor elsőként a MEAFC játszott Kazincbarcik ellen, majd a nyíregyháziak és a váciak, a Sátoraljaújhelyiek és a MEAFC, a Miskolci Vízilabda Klub és Vác, Sátoraljaújhely és Nyíregyháza, végül pedig Kazincbarcika és a Miskolci Vízilabda Klub mérte összetudását. Vannak dolgok, amik nélkülözhetetlenek. Reggelihez a kávé,
Egy jó beszélgetéshez a barátok, a síeléshez a hó, a biztonságos téli közlekedéshez a téli gumi. A hírek szerint egy férfi terepjáróból lövöldözi a kutyákat Kazincbarcikán. Az esetről az országos sajtó is beszámolt, a témával kapcsolatosan pedig tartott sajtótájékoztatót hétfőn Szitka Péter. A polgármester a KVTV-nek is nyilatkozott, ezt láthatják a következő percekben. Igazából, tehát a két dolgot szervesen ketté kell választani, és próbálom minden csatornán azt erősíteni, hogy én személy szerint is, az önkormányzat is, és szerintem minden jó érzésű ember határozottan elhatárolódik attól a cselekménytől, hogy valaki éles lőfegyverrel lakott területen belül kutyákra lövöldözzön, és a szerencsétlen jószágoknak az életét kioltja. Ez szerintem nyilván a büntető törvénykönyv minden erejével ezekre az emberekre le kell sújtani, és az ehhez kapcsolódó bármilyen nyomozást alapvetően mi is, mint önkormányzat, támogatjuk, segítjük. Ez A. És van egy B, amivel sajnos ma már nagyon sok helyen keveredik a két cselekmény, az pedig az, hogy az önkormányzathoz számtalan olyan kérés és igény jön be, hogy a városban kóborló ebeket, amelyek ugye falkába csapódva is, gyerekeket, testi épséget, közlekedés, sok mindent zavarván, ezekkel a kutyákkal kezdjen valamit az önkormányzat. Az önkormányzatnak kötelező feladata is ezeket a problémákat oldania. Mi, mint önkormányzat a leghumánusabb egyik fajtáját ennek az ügynek a kezelésére választottuk, azaz olyan altató fegyver vásárlását, amely kizárólag altató lövedék kilövésére alkalmas, erre megfelelő képzett és megfelelő engedélyekkel rendelkező szakember teheti ezt meg, és nagyságrendileg 2015-ben egy olyan 10-13 esetben volt ez az altató fegyver használva. Ez kísértetiesen összetéveszthető egy éles lőfegyverrel, de ez a rendőrségnek a dolga, hogy kiderítse azt, hogy ki az, aki a kutyák életét éles lőfegyverrel kioltotta. Ez lehet bárki, de szeretnénk a kettőt élesen külön választani, még egyszer mondom, tehát keressék meg, ítéljék el azt a szemét, aki egyébként ezt a cselekedetet tette Kazincbarcikán, és mi is, mint önkormányzat tudjuk végezni azt a munkát, amit szintén ugye a lakosok igényeinek megfelelően teszünk meg, azaz a felelőtlen ebtartásból fakadó kóborebeknek a begyűjtése, ezeknek a csippel való, ha el van látva, akkor a megfelelő gazdinak a megtalálása, vagy ha ilyen nincsen, akkor Miskolcra vagy bárhova ilyen menhelyekre való beszállításával, új gazdi találásával ezt az ügyet rendezzük. Én mindenkit arra kérek, hogy ezt válasszuk még egyszer, ezt a két dolgot élesen külön. Mi elhatárolódunk attól, bárki is tette ezt a dolgot, akárki is, keressék meg a rendőrök, bizonyítsák be, és ebben az esetben természetesen kapja meg a méltó büntetését. Most van a cégünknél egy belső vizsgálat is. Ennek eredményeképpen a megfelelő intézkedéseket a cégvezetők meg fogják tenni. Mi még csak arról tudunk, hogy maga a nyomozati szakasz a rendőrségnél folyik. Értelemszerűen most a saját belső vizsgálatunk szerint fogunk eljárni. Ha a rendőrség megfelelő lépéseket tesz ebben a dologban, akkor mi azt megfelelően le fogjuk követni. A Caritas csoport 20 évet töretlen lelkesedéssel végzi áldozatos munkáját Árpádházi Szent Erzsébet hathatós párfogása alatt. Több tonna ruha fogadása, rendezése, osztása, adventi időszakban sok más a gyűjtött élelmiszer talál rászoruló gazdára, és ez csak az ünnepi időszak. Barcikán 20 éve a Caritas csoport keretein belül a szívek túlcsorduló jósága, dolgos kezek által odafordul a szükséget szenvedőkhöz. Csöndes, álhatatos munkájukért áldja meg az Úr a Caritas munkatársakat, akik közül ketten itt is vannak velünk, Begó Ferencné Katalin, az alapítók közül ugye, és András Falvi János atya, a jelenlegi vezető. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk.
Február 6-án volt ugye az első, a 20. első, azt szerettem volna mondani, már a 20. Karitas bál. Egy kicsit beszélgessünk a bálról. Itt az atyát kérdezem először. A 20. Karitas bál azt hiszem, hogy az eddigi hagyományokhoz méltóan tényleg fantasztikus jó hangulatban telt el. Én ugye Barcikán csak egy 5 éve vagyok, tehát azóta láttam ezt, hogy milyen is ez a Karitas bál. Egy egészen lenyűgöző szép élmény volt az első pillanattól fogva, amikor részt vettem rajta, és aztán most is elmondták, hogy ez egy egészen nagyszerű dolog. Most is folytatódik az, hogy hát több száz ember vesz részt, ez mindenképpen kimondható, de volt, amikor tudtam, a 400-an is voltak, úgyhogy egészen nagyon nagy keletű dolog. A legmagasabb tisztségből lévők, rétegekből is itt vannak, meg egyszerű emberek is, akik szívesen szeretnének együtt igazán kiadni a feszültséget és együtt beszélgetni, bálozni. De azt hiszem, hogy a legtöbbet Kati néni tudná erről mondani, hiszen ő az, aki kezdetektől fogva ezt szervezte és feltalálta. Milyen volt az első például? Én magam sosem voltam nagy bálozó, tehát ez elég nagy gondot okozott, hogy is kezdjünk hozzá, de akadtak társak, akik szívesen segítettek, és nagyon jó hangulatban, nagyon jó sikerült bál volt az első is. És pont a második volt az, amikor olyan nagy létszámú volt a jelentkezés, hogy már ott egy limitet kellett szabni, hogy már többen igazán nem jöhetnek, mert azt már nem tudjuk úgy kellőképpen ellátni, biztosítani a megfelelő feltételeket, hogy jó hangulat legyen akkor is. Kedves Katalin, 16 évig volt ön a vezető. Azért gondolom, ennyi idő alatt sok szép emlék összegyűlik a Karitasból. Mire szeret visszaemlékezni igazán? Igen, valóban nagyon-nagyon sok szép emlék van az ember agyában, csak sokszor nehezen jönnek elő a dolgok a nagy létszámból. Elmondanám például az egyik karácsony előtti történetünket, mikor egy családnak egy egészen új ház tetőszerkezete leégett. Ez decemberben volt, karácsony előtt, és hát a család ott volt fedél nélkül, megrongálódott annyira a ház, hogy lakni nem lehetett egy darabig benne, nem volt takarójuk, nem volt párnájuk, nem volt pénzük. Egy család befogadta őket, de biztosítani kellett némely ilyen szükségszerű dolgot, és 2 óra alatt a Karitas összeadott ágyneműt, takarókat, párnát, élelmiszert és a szükséges dolgokat, és még ami érdekes, hogy nem beszéltünk össze, de sorra nyíltak ki a Karitas tagok pénztárcái, és akkor tette le mindenki azt a kis pénzmennyiséget, amennyit tudott, és hát ezzel talán el tudtak indulni. Nagy baj volt még abban az esetben az is, hogy nem kaptak télvíz idején szakembereket, ácsot, aki a ház állagát legalább átmeneti időre tudja biztosítani, hogy ne ázzon át az egész ház. És akkor az egyik Karitas tagunk a kapcsolatait felhasználva tudott mestereket szerezni, és hát nagyon nagy örömünk volt karácsonykor ebből az alkalomból is. De szép dolog ez. Ha már adventi időszakról eljárunk, akkor beszéljünk egy kicsit a 2015-ös adventi időszakról. Milyen volt az utóbbi? Mozgalmas, először is nagyon mozgalmas. Ugye kezdődött már a Szent Erzsébet kenyérosztással, onnantól már tényleg beindul a karácsonyi program. Aztán jött a karácsonyi Karitas vásár, jótékonysági vásár. Aztán jött közbe a szeretett kuckó a barcikai korzó keretében, és még jelentős volt egy 2 napos adománygyűjtő akció az 1 millió csillag a szegényekért. Én azt hiszem, hogy a jó közepesen sikerült, és sok emberen tudtunk ezáltal segíteni. Kicsit visszaadom a szót, ha jól tudom, akkor már csak nem 4 éve átvette a munkáját Katalinnak János atya. Milyen volt ez? Hogyan indult? Azért ez egy felelősségteljes feladat, de ha jól tudom, volt már múlt a Karitasnál Szombathelyen talán az atyának. Igen. Hát ott Szombathelyen volt abban részem, hogy ott a helyi plébánián ott meg kellett szervezni a Karitaszt, és ott is nagyon sok lelkes munkatárs volt, akik ebben nagyon szívesen belekapcsolódtak. Ott
rendszeres ételosztás is volt, a ilyen pékségtől átvett holmiktól kezdve a ruhaosztáson keresztül, de azért ott még ugye kezdeti stádiumban volt, és itt meg viszont ugye belekerültem egy olyan működő, hatalmas forgatagba, amelyik tényleg nagyon-nagyon tetszett nekem. Tehát láttam azt a 30-40 embert, aki van, aki úgymond egy kicsit belső tagként, van, aki külső tagként, de szóval mindenki nagyon teljes szívből csinálja azt, amit éppen tud, amit önkéntes munkájával hozzá tud tenni. És hát egy óriási élmény volt ezt látni. Tehát meg volt szervezve, igazában én hozzátettem azt, hogy hát a magam szaléziként ugye Domboszkót követve, hát a fiatalokkal foglalkozva kicsit, hogy feléjük fordulni jobban, de hát ez meg volt azért eddig is, csak ugye még jobban egy picit ennek adtunk egy ilyen szint, illetve hát a közösségi szolgálatnak a bevezetése is az első időkben pont az országos szintű bevezetés az is akkoriban kezdődött, és akkor a gimnázista fiatalokat hívtuk meg először, és utána a domboszkós fiatalok közül is, ugye, akik ebben a közösségi szolgálatban kötelezően részt kell vegyenek, de azért önkéntesen szolgálatot teljesítenek, észrevették, hogy ez mennyire jó dolog, akár a ruhának a rendezésétől kezdve elmenni a nehéz sorsú gyerekeknek műsort adni, vagy játszani velük, vagy foglalkozni velük, vagy pedig megszervezni egy játék délután. Szóval annyi minden ilyen dolog van, úgyhogy ez a Karitásznak az igen. A lényeg. Erre egyébként is nagyon leszerettem volna kérdezni, hogy mennyire nehéz a fiatalokkal. Tehát, hogy ez régen például milyen volt? Lehetett bevenni a munkába egy kicsit őket, egy kicsit az önkéntességbe? Nem igazán. Nem igazán. Tehát építani is elég nehezen tudunk Karitász tagokat, de most ez nagyon jó alkalom arra, hogy belelátnak a Karitász munka életébe, megtetszett nekik sokaknak. Uh-huh. Tehát volt olyan fiatal, aki a kötelező óráját letudva utána is még jött segíteni. Uh-huh. Ez jó dolog. Mi munkálkodik jelenleg a Karitász? Van-e valami, amire felhívjuk a nézők figyelmét, esetleg valamilyen segítségkérés esetleg? Mindig van. Mindig gondom, azért gondoltam. Mindig van. Én vasárnap kaptam épp egy kérést, kérésre fordultak hozzánk, hogy egy 4 gyermekes családnak nincs fekvőhelye. Uh-huh. Albérletben laknak, és földön alszanak. A Karitász raktárban sajnos csak 1 darab ágyunk volt, azt holnap fogják elvinni, és hát szükség lenne például most sürgősen néhány ágyra, néhány fekvőhelyre. Hogyha ebbe valaki segíteni tudna, azt szívesen vennénk. Ha valaki még nem tudja egyébként a nézők közül, nyugodtan elmondhatjuk, hogy hol jelentkezhetnek ők ilyen esetekben. Hát... Bárhol egyébként, nálunk is, tehát azért mondom, hogy lehet, minket is nyugodtan felhívhatnak ebben az esetben, és persze mi azért ezt továbbítjuk, ezt a hívást. Na jó, nézzünk akkor előre, jövőbeli tervek. Hát én azt hiszem, hogy ugye egy hatalmas országos szervezetként működik, ugye a szeretetet jelenti maga a Karitász, és mi is ebbe a vonulatba szeretnénk gondolkodni. Mindig azoknak a rászorulóknak a fényében, akik mindig vannak. Tehát itt is évente találkozunk minden évben, hogy ki az, aki egy élelmiszercsomagot nagy örömmel fogad, több százan vannak ilyenek, hogy a ruhaosztáskor is nagyon sokan örömmel veszik ezt. Tehát na most igazából tovább gondolásban a szaléziként oratóriumot is csinálunk. Az oratórium ugye ez egy délutáni szabadidő eltöltés, ahol kitöltjük tényleg értelmes, léleképítő és fejlesztő programokkal a játék mellett is közben az ő napjukat, és oda nagyon sok fiatal gyerek jön be. Ugye a Herbolyán is, meg a Domboszkó iskolában is, meg hétvégéken is szoktunk ilyeneket csinálni, és akkor ugye ezt szeretnénk igazából a tanoda szintre emelni. Talán lesz egy pályázat is, hogyha megnyerjük, azt meglátjuk például.
de most ez a fiatalok, de az időseknek a szolgálatában mi szeretnénk folytatni azt, hogy például a kórház látogatás, ez például ez egy olyan dimenzió, talán arról nem is annyit beszéltünk még, hogy rendszeresen minden héten legalább egyszer, vagy inkább többször is meglátogatják a betegeket, akik hatalmas vágyakozással várják ezt a találkozást. Tehát én azt hiszem, hogy ez is egy olyan dolog, ami állandóan jó, hogyha életbe tudunk tartani. És a fiatalok is volt, amikor egészen megdöbbentően azt mondták, hogy ápoló akarok lenni, vagy ápolónő akarok lenni, csak azért, mert látták, hogy mekkora nagy örömet tudnak okozni annak, aki tényleg ott maga tehetetlenül fekszik. Tehát ez is egy ilyen harculat. De aztán ugye az, hogy gyűjtések. Hát volt, amikor a megkeresést kaptunk, hogy karácsony előtt gyűjtsünk. Hát egy tonna élelmiszer sikerült összegyűjtenünk, akkor külön pluszba az alaphoz képest, ugye a Tesco. Tehát, de ez óriási munka volt. De mindenki mosolyogva és önkéntes dalolva végezte el. És ez tényleg jó volt látni. Tehát én azt hiszem, hogy ha ezt tudjuk ilyen formában folytatni, már az egy nagy dolog. Még egy kérdésem lenne itt a végére. A nyári táborról olyan nagy lelkesedéssel mesélt nekem a Katalin. Meséljünk a nézőknek erről is egy kicsit. Tud többen. Igen, tudom, kiemelte, hogy az atya a munkája, csak hogy... Tehát az Egyházmegyei Karitász Központ ad lehetőséget arra, hogy egy hetes nyári táborba elvigyünk gyerekeket. Tehát ez már több éve, 6-8 éve is van, hogy összeszedjük a nagyon rászoruló gyerekeket, akik soha nem jutnának el a városon kívül sehová nyaralni. És ezt mondom, már ennyi ideje van. Nagyon örülnek a gyerekek, már most a napokban kérdezte tőlem az egyik gyerek, hogy mehetek majd nyáron táborba? És hát az tartalommal, tehát a mindenféle gondoskodás mellett még komoly tartalommal megtöltve a tábor programja. Múzeumban mennek, strandra mennek, vetékedők, énekeket tanulnak, aztán hát van nagy görögdínye parti, fagyízás és egyebek, és hát bizony ehhez pénz is szükséges, és ezért jók ezek a jótékonysági akciók, mint például a katolikus bál, illetve a Caritas bál, hogy ezekből tudunk ilyenre is áldozni, mert hát ez nagyon, nagyon jó, és nagyon szeretik a gyerekek, nagyon örülnek neki. Aztán még azt szeretném elmondani, hogy ez nagyon csapatmunka, a Caritas munka. Tehát ez, ahogy atya is mondta, hogy mindenki oda teszi a magáit, és egy kicsit egy nagyon szép fogalmazást találtam éppen, hogy mi is igazán a Caritas munka, hogyha szabad, akkor elolvasom. Hogyne. Tehát a felebaráti szeretet még nem az, hogyha odaadjuk, amink van, hanem inkább abban áll, hogy odaadjuk magunkat, személyes szolgálatunkat. Ezt Molnár Frigyes Caritas főtitkár 1937-ben írta, mondta, és ezt azért is választottam, nem csak azért, mert szép, hanem megemlékezve arról, hogy 85 éve alakult meg a Magyar Caritas, 25 éve az Egyházmegyei Caritas, és 20 éve a Kazincbarcikai Caritas, tehát egy véletlen egybeesésre csupa jubileum. Szép ez végszónak. Csodálatos a munkájuk, és köszönjük szépen, és azt is köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, és további sok sikert kívánok. Mi is köszönjük szépen. Mi pedig még egy riporttal folytatjuk, méghozzá a kínai új évet, vagyis a hold új évet ünnepelte a Valhó Borsodkem és a Miskolci Egyetem Konfúciusz Intézete február 5-én az Egressi Színház termében. Az eseményén a KVTV kamerái is ott voltak, erről láthatnak összeállítást a következő percekben. Mindenki tudja, hogy a kínai új év a holnaptár szerint változik minden évben. Az idén február 8-án esik, és ilyenkor a kínai kulturális minisztérium mindig meghív egy nagyon híres művésztársulatot, hogy különféle településeken tartson magas színvonalú előadásokat. Én már 16 éve vagyok Magyarországon, és úgy tekintem, ez egy második otthonom, és nagyon szeretem Magyarországon lenni, és a Wenhua mondjuk 3 vagy 4 éve ezelőtt jött Kazincbarcikára, és
mi próbálunk, mert ez két népről van szó, mi próbálunk minél több kínai dolgot ide hozni, hogy ezzel elősegíteni egymásnak a megértést, és utána tudunk jobban együttműködni. Ez a célunk, és tudunk azt a helyi kulturális életében tesszük a kis színet, ez szerintem mindenkinek jó. Kevés olyan szép kínai művészeteket lehet látni, főleg itt a Északi Magyarországon, ha eladás van, akkor is szokott belvárosban van, és ez egy remek lehetőség, hogy a helyiek is lehet látni ez a nagyon szép előadást. Főleg ha most a delegáció, az a csoport, az a belső Mongóliából jött, és hát magyar nép is szintén keleti távolságról jött Magyarországra, és van némi hasonlóság. Ha nézzük a előadást, akkor érezni fog. A kínai kulturális minisztérium megbízásából jöttünk Európába az örömteli tavaszünnep című előadásunkkal. Ezzel szeretnénk bemutatni az európaiaknak a belső mongol kultúrát, és idehozni a művészetet. Ennyi volt mára a Presszó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Legközelebb jövő hét kedden jelentkezünk, akkor is érdekes témákkal. A munkatársaim nevében is szép estét kívánok minden kedves nézőnek. Viszontlátásra!